céget három magánszemély alapította akkor még telefonalközpontok üzemeltetésére és gyenge áramú hálózatok építésére. Ugye akkor még sokan koax kábellel kábeleztek, és akkor a Makrotel Kft. Arra alapult, hogy ebből változást vigyen, és végre struktúrált kábelek is legyenek a környéken kiépítve. Akkor még Kat3-as és rövid időn belül Kat5-ös kábelezéssel kezdte a cég. És az idők folyamán aztán érkezett hozzá az informatika, és már gyakorlatilag egy informatikai vállalkozássá alakult át a cég. Jelenleg IT.hu márkanévvel üzemelünk, és Makrotel Kft. A cégnév. 42 főt foglalkoztatunk, közel 2 milliárdos éves árbevételünk van, több üzletágunk van, így megmaradt még a hagyományként az alközponti üzletág. Most már ugye IP alapú alközpontokat telepítünk, és felhő alapú alközpont megoldásokat üzemeltetünk. A kábelezés és a hálózatépítés az továbbra is nagyon jelentős a cég életében. Itt ugye réz alapú kábelezésnél továbbra is a Kat5-el, Kat6, Kat6-al, Kat7 kábelezés, emellett a optikai kábelezés, ugye mono és multimódusú kábelezés, amit végzünk, minden kábelezést jegyzőkönyvvel, mérten, szabványosan, gyártói garanciával adunk át. Tehát a cég informatikai infrastruktúra építéssel és üzemeltetéssel foglalkozik, de mit is jelent ez valójában? Tehát levesszük a partnereink válláról azt a gondot, amit az informatika üzemeltetése jelent, hogy hadd foglalkozzanak azzal, ami az alaptevékenységük, és erre tudjanak koncentrálni. Itt a felhasználói támogatástól a fizikai hálózatépítésen át a kamerarendszerek, nyomtató üzemeltetés, nagyon sok rétű az informatika, tehát gyakorlatilag teljes körű informatikai üzemeltetést tudunk végezni. Amit nem végzünk, az a szoftverfejlesztés, tehát az informatikának ezen ága, az nem tartozik bele a tevékenységünkbe. Visszatérve a hálózatépítésre, ugye itt nem csak kábeles kapcsolatokat építünk ki, hanem most már mikrohullámú kapcsolatokat is. Ugye ez jellemzően vagy telephelyen belüli összeköttetés, vezeték nélküli összeköttetést jelent, épületek között, telephelyek között, tehát akár településen belül, vagy településen kívüli telephelyek összeköttetését jelenti, vagy ha a kamerarendszerhez kapcsolódóan, ugye településen belül a bázispontoknak az összeköttetése is most már vezeték nélkül működik. Megkülönböztetjük ugye az épületen belüli mikrohullámú hálózatokat, ugye ez Wi-Fi néven ismert, jellemzően irodaházak, csarnoképületeknek a wifizését végezzük, és a legújabb szabvány szerint már Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, AX szabvány szerint építjük az új hálózatainkat. Ugye a kamerás üzletágunk, csak IP alapú kamerarendszereket építünk ki. Ezek az IP alapú kamerarendszerek lehetnek telephelyi biztonsági kamerák, tehát az épületeken kívüli területeket figyeljük vele, vagy épületen belül ugye az értékes anyagokat, raktár, illetve a cég tulajdonában lévő vagyoni eszközöket, illetve itt a jelentős ugye a települési kamerarendszerek, több kisebb település és nagyobb városnak a kamerarendszereit is építjük és üzemeltetjük. Ahogy említettem, kamerarendszerek kiépítésével is foglalkozunk. Itt több település megkeresett bennünket, hogy készítsük el a ő településének a térfigyelő vagy rendszámfigyelő megoldását. Az ilyen rendszereknek a jellemzője, hogy egy része településen belül helyezkedik el ezeknek a kameráknak, de valami a település szélén, vagy akár a településtől távolabb helyezkedik el, és egy-egy pontot érint. Tehát ezeken a pontokon viszonylag kevés a kameraszám, egy-két-három darab kameráról beszélünk, és ezek szétszórtan helyezkednek el, így tevődik össze egy települési kamerarendszer. Jellemzően a bevezető utakon rendszámfelismeréssel, a település belső részein pedig térfigyeléssel oldjuk ezeket meg. Ezeket a kameraadatokat kell összefogni egy helybe, ezeket hívjuk adatközpontba, itt rögzülnek a nagy felbontású, jó minőségű adatfolyamok, és ugye ez jelenti egyben a kihívást a rendszer, hogy ezeket az adatokat összegyűjteni, rögzíteni. Kisebb településeknél azt vettük észre, hogy gondot jelenthet nekik a saját adatközpont üzemeltetése, ezért azt találtuk ki, hogy számukra felhős megoldásként nyújtunk adatrögzítési szolgáltatást. Tehát gyakorlatilag a saját szerverünkön, saját telephelyünkre mentenek az ügyfelek kamerái ebben az esetben. Mi a kameraképekhez természetesen nem férünk hozzá, hiszen ez a rendőrség vagy a körzeti megbízott feladata. Ő kap elérést és nézheti az élő képeket, illetve a rögzített képeket.
Nagyobb rendszerek esetén, ahol az önkormányzat bevállalja, akkor az adatközpontot a saját részükre letelepítjük és üzemeltetjük. Itt akkor ugye nem felhős megoldásról, hanem saját telepített megoldásról beszélünk. Ezeket jellemzően a városi rendszerekben választják. Tehát a kamerapontokon keletkező nagy felbontású digitális adatfolyamot el kell juttatni az adatközpontba. Egy ilyen rendszerben biztosítani kell a folyamatos adatátvitelt, és sokan azt gondolják, hogy a kamerarendszereknek a lelke maga a kamera. Igen, nagyon fontos, hogy a végeken jó minőségű kamera legyen, hogy az rossz látási viszonyok közt is szuper képet adjon. Igen, ez is fontos, de véleményünk szerint sokkal fontosabb a mögöttes hálózat. Ez a lelke egy jó kamerarendszernek, hogy ezek a nagy felbontású adatok biztosan eljussanak az adatközponti képkiesés nélkül. Többféle adatátviteli útvonalat használunk, lehet egy ilyen egy publikus internet, ahol természetesen titkosított VPN kapcsolattal juttatjuk el aztán az adatokat az adatközpontig. Lehet zárt láncú mikrohullámú kapcsolat, ez a leggyakoribb egyébként. Ha rendelkezésre áll optikai vagy sötét szál, akkor ezeket is előszeretettel használjuk, ez így egy ideális állapot, hiszen ez nagyon nagy adatátviteli sebességet jelent, és ahol pedig már ezek nem válnak be, ott pedig 4G hálózatot használjuk a kameradatok átvitelére. Tápellátás szempontjából is nagyon változatos a kép, hiszen arra kell gondolni, hogy egy településtől távol eső ponton esetleg nincs is hálózatos áram. Itt napelemes megoldást és akkumulátorral kombinált napelemes tápellátást kell biztosítani. Településen belül jellemzően közvilágítási oszlopról történik a megtáplálás. Ennek jellemzője, hogy ugye csak éjszaka van áram, amikor a közvilágítás működik. Ilyenkor akkumulátort töltünk éjszaka, és nappali időszakban akkumulátorról működnek a kameráink. A harmadik pedig a legkellemesebb, amikor fix áramos tápellátás van, ilyenkor szünetmentesíteni kell természetesen a folyamatos kamerakép biztosítása érdekében. Olyan homogén rendszert kerestünk, ami az alábbi feltételeknek felel meg. Megbízhatóan biztosít folyamatos adatátvitelt, kellő sávszélességet biztosít, többféle adatátviteli kapcsolat létesíthető, tehát tudja az optikai hálózatokat, a rezes vezetékes hálózatokat kezelni, a mobil hálózatokat, 4G hálózatokat, mikrohullámú rendszereket. Összességében olyat kerestünk, ami mindezt egyben tudja. A mikrohullámú rendszerek esetén különösen fontos volt a 60 GHz támogatása, hiszen városi környezetben az 5 GHz már meglehetősen terhelt, úgyhogy ezzel már nem is számoltunk, csak végszükség esetén. Nagyon fontos számunkra az egyik legfontosabb a monitorozhatóság, tehát hogy a rendszer minden paramétereit lássuk és tudjuk mérni. A széles és változatos tápellátás, hiszen láttátok, hogy mennyiféle tápellátási megoldást kell használnunk, vagy alkalmazkodnunk hozzá, és mindezt elérhető áron, hiszen önkormányzatokról beszélünk, ugye itt az ár is nagyon fontos tényező, és ezt a Mikrotik eszközeiben és szoftvereiben találtuk meg. 5 éve kezdtük el a települési kamerarendszerek telepítését, kezdetben város bevezető útjain rendszámfelismerő rendszerekkel, majd a településen belüli térfigyelő rendszerekkel. Az évek folyamán aztán ezek a kameraszámok egyre bővültek, tavaly pedig egy pályázat keretében az önkormányzatoknak lehetőségük volt az illegális szemétlerakókat megfigyelni. Ennek a programnak keretében 6 településen 36 darab illegális szemétlerakó megfigyelő kamerát telepítettünk, egy speciális 360 fokos kamera, ami maga körül a teljes környezetét látja. A monitorozott és a figyelt rendszereinkben jelenleg több mint 300 aktív eszközt figyelünk meg. A kamerák száma az Veszprém városát illetően 150 darab, és ebből 18 darab rendszámfelismerő kamera van. A bázisállomásaink száma 6 darab, pont-pont kapcsolataink száma, ez több darab számból tevődik össze, tehát a városba ismert épület a 20 emeletes tetejénről 10 darab pont-pont kapcsolatunk van, a lakótelepi részen pedig 18 darab pont-pont kapcsolatunk van. Ezen kívül 4G-n is zajlik adatátvitel, hiszen Veszprém városában sem mindenhol élhető el az internet, 9 darab mobilnetes pontunk van, és sötét szálon is történik adatátvitel, 2 sötét szálat alkalmazunk. Jelenleg a legnagyobb kiterjedésű rendszerünk az Veszprémben üzemel, emellett kisebb városok és települések rendszereit is kiépítettük és üzemeltetjük. Bázisállomásainkon 5 GHz-es és 60 GHz-es kapcsolatokon, mikrohullámú kapcsolatokon szedjük össze a környező kameráknak a képeit.
ez lehet több ugrásos kapcsolat is, tehát nem biztos, hogy az adott kamera egyből a bázisállomásra el tud jutni. Tehát lehet benne több mikrohuszlámú összeköttetést, majd a végén ezt az összeszedett adatot sötét szálon, optikai kapcsolatokon keresztül juttatjuk el aztán az adatközpontba, ahol a rögzítés történik. Néhány érdekes adat még, hogy legyen kiegészítésképpen, tehát ebben az évben publikus internet felől érkező adatmennyiségünk, ebbe beleértjük az LTE kapcsolaton keresztül érkező adatokat is, ez 390 terabájt volt. A sötét szálon keresztül érkező adatok, ebbe ugye a mikrohullámon keresztül érkező adatokat is beleértjük, tehát a mikrohullámon 515, az egyéb útvonalakon 204 terabájt, összesen 720 terabájt adatot rögzítettünk ebben az évben. Egy ilyen komplex rendszernél ugye a kivitelezést megelőzi egy tervezési, méretezési és dokumentációs fázis, figyelembe véve a későbbi bővítést, fejlesztést. Biztosak voltunk ekkor is már abban, hogy ez egy rendszer a mögöttes hálózattól lesz jó, és erre koncentráltunk mindvégig. Nagyon izgatottan vártuk, mit mutatnak a valós számok. A rendszer indulásakor tekintettük a monitoring rendszerre figyelt, és ott vártuk, hogy jönnek, érkeznek az első adatok, és nem kellett csalódnunk, nagyon szépen elindultak az adatfolyamok, hozták a számított terheléseket, adatátviteli sebességeket, a switcheknek és a routereknek maga a számítási kapacitás pedig meg se kottyant, tehát bőven kiszolgálta ezt a terheltséget, tehát inkább itt az adatátviteli utak, amikre jobban kell figyelni. Az eszközeink így 5 évvel később is jelentős eszközszámnövelés után is helytállnak, tehát kiválóan működik továbbra is. Meghibásodásunk is volt, tehát volt központi router meghibásodásunk, ugye egy tartalékeszközzel nagyon gyorsan tudtuk ezt pótolni, és később a meghibásodott eszközben is egy tápegység cserével gyakorlatilag az továbbiakban tartalékeszközként tudott működni. A rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A Mikrotik által szállított eszközök és szoftverkörnyezet, beleértve a Dude monitoring rendszert, a riasztási rendszernek köszönhetően már az előzetesen leállással járó problémákat meg tudjuk előzni, hiszen látjuk a terheltségi adatokat, látjuk a hőmérséklet adatokat, CPU adatokat, és így negatív SLA-val tudunk dolgozni. Gyakorlatilag meghibásodás előtt tudunk már reagálni az eseményre. Ez nagy mértékben növeli a rendszer rendelkezésre állását. Fontos megjegyezni, hogy mi, mint informatikai szolgáltatók vagy kamerarendszerüzemeltetők nem látjuk ezeket a kameraképeket. Tehát mi pusztán a rendszer telemetriai adataira támaszkodunk, ezeket nézzük, ezeket ellenőrzünk, és ezek alapján avatkozunk be. Tehát, hogyha meghibásodás van, akkor mi ezeket ezen adatok alapján látjuk. Hogyha a képben történik meghibásodás, tehát mondjuk homályos, nem jó, lila a kép, nincs kép, akkor ezt bejelentés alapján tudjuk kezelni, tehát ilyenkor a rendőrség jelzi felénk minden reggel, hogy a kameraképek rendben vannak-e, vagy meghibásodás van, és akkor ezekre egy napon belül tudunk reagálni és javítani a problémát. A települési kamerarendszerek folyamatosan változnak, bővülnek, ezért időnként áthelyezés, módosítás, új kiépítés szükséges. Bizonyára tudjátok, hogy Veszprém 2023-ban Európa kulturális fővárosa, így nagy nyüzsgés zajlik a városban, folyamatosan változik a város, új helyszínek nyílnak meg, áthelyezések szükségesek, plusz kamerák kihelyezése szükséges, tehát így módon folyamatosan foglalkozni kell ezzel a hálózattal. Technikai szempontból pedig régi problémánkra jelent megoldást, hogy megjelent a Mikrotik Wireless Wire Cube Pro, ami végre nagy távolságú 60 GHz-es kapcsolatot tud biztosítani. Ugye ez korábban gond volt, hogy nagy távolságra csak 5 GHz-es kapcsolatokat használhattunk, ami bizony nagyon terhelt, nem szívesen alkalmazzuk már ezt a frekvenciatartományt. Úgyhogy most akár 2,4 km-es távolságra is tudunk kamerákat vagy kamerapontokat kiépíteni.